Evesült Tamás podcast támogatója a Kolpaszán Egy életen át. Kolpaszán a minőségi fürdőszoba. Talán ma, túl a földön újra, újra, újra kezdem. Nagy szeretetek, köszöntök mindenkit, Hevesi Tamás vagyok, és a podcast legújabb adásában, mint ahogy régebben is ígértem, és az elején is elmondtam, csak olyan vendégeket szeretnék vendégül látni, akik élete mindenki számára érdekes, példát, példaként szolgálhat, izgalmas, és adott esetben olyan kulisszatitkok derülhetnek ki, amelyeket korábban más felületeken nem osztottak meg veletek és önökkel. A mai vendégem egy egészen speciális rác, nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy eljöjön hozzánk, és nagyon nagy örömöm, hogy itt van. Horváth Szabolcs, egy fiatal, 21 éves fiatal emberről beszélünk, egy elképesztő tehetségű zenész kollégáról beszélhetünk, és annyit kell róla tudni, hogy Györben született, ma már ugye érden lakik, és ő vak egy vak fiatalember a mai vendégem. Szabolcs, szeretettel köszöntelek. Üdvözlök én is mindenkit. Szabolcs, hát a mi ismerettségünk oda datálódik. Mikor is volt ez? 2017-ben. Na, hogy emlékszem mindenre? 2017-ben így van. A nagyon jó kezdeményezés volt. Mi is volt ennek a címe? Diákra hangolva. A diákra hangolva, így van. Ez egy olyan vetélkedő volt, ahol az a budapesti gimnáziumok és szakközépiskolák legtehetségesebb diákjai versengtek egymással különböző kategóriában, és te, ugye, mint zongorista, énekes, elképesztő színpadi jelenség, ugye ott voltál, mint versenyző, én pedig a zsűriben ültem. Igen. És sosem felejtem azt az első pillanatot, amikor a zongora mögé bekísértek, leültél, hát szemmel látható, hogy nem egy 200 kilós kis sportolt, izbos, kidobó legény alkat vagy, hanem egy kis vékony srác, és ez a hang, ami kijön belőled, hát rögtön, rögtön mint liba lettem a hangottól. És az, az azt jelenti, hogy valami nagyon komoly hatása van a te hangodnak. Szabolcs, egy kicsit szeretnélek megismerni, most megismertetni, és megismerni. Mm -hmm. Az elsőleges legfontosabb, hogy ugye sajnálatosan tudjuk, hogy ugye vak vagy. Hát igen. Igen. Ez a születésedtől kezdve így volt? Így volt, így volt. Így születtél, tehát vak igen. volt. Uh -huh. És uh, ez a te életedben, gyerekkorodban okozott-e bármifajta ö, hátrányt, mondjuk a kvázi egészséges emberekhez képest? Nem. Tényleg? Tényleg nem. Ugyanolyan boldog gyermekkorod volt? Mint igen. A, sőt, még boldogabb, nem? Talán, igen. <laughs> És a, mire emlékszel a gyerekkorodból, amikor nagyon kicsi voltál? Mesélj egy pár gondolatot, hogy milyen volt a te életed gyermekként, pár évesen? Hát így Abból az időszakból az első zongorámra emlékszem. Tényleg. Tisztán. a. Hány éves voltál, amikor az első zongorád volt? Három. Komolyan? Akkor, akkor kaptam meg az első zongorámat. És a szüleid ezt látnák, ezt a, ezt a hihetetlen tehetséget, vagy azt az ambíciót, hogy te a, a zongora felé vonzott? Nem tudom, hogy mi lőhette őket, de igazából nem is ők vették nekem, uh -huh. hanem egy rokon apukámnak a nagynénje. Aha. És ő kérdezte meg erről a szüleimet, hogy, hogy mi, mi, nek, mi, minek mire a legjobban. Mi? Igen. Aha. És tehát így esette, már tudtad, hogy te zongorát kérsz három éves korodban? Nem. Nem, hanem csak kaptad. Ez, ez engem is meglepett. Aha. Nem is tudtam addig, hogy mi az a zongora, meg ilyenek. Nem, nyilván. Így egyszer csak ott... Ott volt, egy, ott egy, volt a, a ott szobában. Volt, igen. Aha, és el, mi lett volna, vadászkültöt kapsz. <laughs> Vagy Azon is megtanultam volna játszani? Az biztos. Hát a zenei tehetségedet ismerve biztos vagyok benne. És ha megkaptad az ongorát, oké. Okay, ha én kaptam volna egy hangszert úgy, hogy nem vagyok látó, akkor nyilvánvalóan a hangok elkezdtek simogatni, igaz? Téged gondolom bekapcsoltátok az zongorát, gondolom ez digitális Az volt, volt uh -huh. az volt. És gyönyörű hangja volt, igaz? Emlékszel rá tisztán? Mm. Vagy nem annyira? Hát euh, zongora hangilag ez nem volt a, a top. A top zongorang, de így egy kezdő Kisgyerekként ez szerintem ez volt a legjobb. Tökéletes, nyilván. Szoktuk mondani, hogy ha valaki Trabantot jól vezet, akkor valószínűleg Mercedes is el tud vezetni. Ennyi. <laughs> Oké. Okay. Ez volt az első, megkapta az zongorát, és akkor beiratkoztál valóban tanulni zongorázni? Hát... Ö... Vagy beirattak a szüleid? Óvodába Anyukám kiarcolta, hogy hát azért csak járhassak már klasszikus zongorára. Aha. Úgyhogy igazából... Ez volt, uh -huh. hogy végre mehettem klasszikus zongorázni, mondjuk jó, nekem meg volt addigra már a hangszerrel való ismerkedésnek a gyümölcseként, én már tudtam játszogatni bizonyos dolgokat, uh -huh. úgyhogy, de még klasszikus darabokat annyira nem ismertem, csak hallgattam, nagyon sokat hallgattam. Értem. Mert ott voltak demo talokként is különböző klasszikus számok. Például? Például a... volt Chopinnek, Beethoven. Azt a... Uh -huh. Na, tehát nagyon komoly, komoly zenei, szó szerint komoly zenei e, igényed volt. Szó szerint komoly zenei. Igen, igen, igen de jó. És, és, akkor egyszer, ha jól értem, akkor már óvodás korodban tanultál zongorázni. Tehát igen. akkor kezdted. Akkor kezdtem, de annyira inspiráló, inspiráló volt a többiekre nézve, hogy így, amikor én így vissza mentem az osztályterembe, akkor mindenki az osztályomból meg akart tanulni. Mindenki. Aztán. Mindenki. Na látod, hogy milyen példaképpé tud válni valaki Egy hát. másodperc alatt? Azért ez egy nagy dolog nem? evel élni, és nem visszaélni evel élni. Csodálatos dolog nem, hogy az ember olyan dolgokat csinál, amit mások is szeretnek. Nem tudom, így, így nem értettem a dolgot, mert hát ez nekem megszokott volt, de így akkor is. Világos. És uh, hogy kell elképzelni a, a zongora órát? Ugye egy vak kisfiút hogy tanít ma? Most már bocsánat, nem is vagy olyan kisfiú, <laughs> <hiszen> egy <egyélyes, gül> vagy igen. Tehát egy vak fiút hogyan tanít ma egy, egy látó tanárodban, ugye? Most igen. Aha, volt De korábban? De akkor, akkor, még amikor rohadás meg általános iskolában voltam, ő is vak volt. Aztán. A... Tehát ez micsoda fantasztikus dolog, hogy egy vak tanár tanítja a vak kisfiúnak. Ráadásul ő is ugyanoda járt középiskolába, ahova később én, a konzervatóriumba. Uh -huh. És akkor tudta meg, amikor már én is konzis voltam. Azt. E, ugye, aki zongorázik, biztosan sok nézőnk zongorázik, vagy már találkozott evel a gyönyörű hangszerrel, hogy az zongorának olyan lelke tud lenni, és olyan vihart tud kavarni kell, és az a zongora játék, az mindig a technikai kérdés. Ugye ez egy elképesztő techniká kell egy zongora játékhoz. És én láttam, hogy te hogy zongorázol. És majd a mai adásban, a későbbiek során vissza is fogunk erre térni, mert szeretnélek megszólaltatni, szeretném látni, hogy, hogy zongorázol, mutasd meg az országnak, hogy hogy zongorázol. Megmutatjuk. Szabolcs, és a, a, hogy kell elképzelni a te életedet. Tehát, hogy konkrétan ugye mi látó emberek ö, nem tudjuk elképzelni a ti világotokat. Kicsit mesél arról, hogy hogy, ö, hogy egyáltalán soha semmit nem láttál? Hát fényeket meg hogyha ki voltak nagyítva a dolgok, akkor színeket is Aha. láttam meg különböző uh -huh. dolgok, dolgokat, de csak ennyi. Te te tehát értem. És át. ez romlott egyébként? évként. Igen. Aha. Tehát most sajnos már nem nagyon látsz ilyen dolgokat sem. Hmm. Hmm. Tehát azt kell elképzelni, hogy szinte um, szilluetteket láthatsz, semmi mást, igaz? He, igen. Azért van egy képed a világról. Te azért uh, volt fényeket láttál, színeket láttál. Te tudod, milyen az, hogy most egy erdőben vagyunk például, hogy milyen egy erdő. El tudom képzelni. El tudod képzelni. És szokták mondani, akinek van egy ilyen fajta, sajnos egy elváltozás, vagy nem is tudom pontosan mi lenne a, pontos megfelelő fogalmazása. Hogy Jó lesz. Egy. Szerintem ez így igen. Hogy valaki vakon él, akkor más ugye más dolgai jobban érzékenyebbek, jobban kifejlődnek. Neked például mi az extra? Tehát, hogy mondjuk nem látsz, akkor valószínűleg a füled extra, például a hallásod? Hát, abból a szempontból extra, hogy így, így kifigyelem azonnal így a dolgokat, de uh -huh. például egy macskának, hát az annál százszor jobb füle van a macskának, mint nekem, uh -huh. de például így hang szempontból, meg hangok szempontjából, tehát így sokkal jobban odafigyelek az ilyesmikre. Nyilván. Meg hát szagok azok. Uh -huh. jó, jó a szaklásod? Jó a memóriád, a hangmemóriád például? Úgy tanultam meg klasszikus darabokat. Gondolom, hogy a vakoknak is van külön kottájuk, ugye? Van. Aha. És uh, ezekből tanultál inkább, vagy a füled után mentél? Mert Én te... mindig füled után mentem. Én is ilyen vagyok, de a te füled jobb, mint az enyém. És... Uh, a más hangszer az életedben egyébként nem izgatott az zongorán kívül? Nem próbáltad volna ki mondjuk adott esetben egy más műfajban, mondjuk egy gitár például nem vonzott? Apámnak volt gitárja, úgyhogy azt sikerült kipróbálnom. És? És inkább maradtam az zongorán. És ha jól tudom, az én kis madaraim azt csiperegték itt az, erd az erdőben, hogy fuvoláztál. Igen. Na, ez nagyon ilyen volt. Igen. <laughs> <laughs> Igen. Nem szeretted a fuvalát? De, szeretem. Uh -huh. Játszol is, vagy, vagy félretetted? Szoktam. Nagy, de jó. Ha megkérnek, akkor játszok. Hát, ha tudom, akkor ezt is elhozhattuk volna vele. De hát ez a legkövetkező adásban feltétlenül fuvalázni fogsz nekünk, oké? Okay? Egy igazi varázsfuval leszel mozart oké? Okay? <laughs> <laughs> Neked is van mobiltelefonod. Van. Azt telefonálásra tudod csak használni, igazából, ugye? Az okos. Aha, Mindenre. Mindenre tudod használni. És tényleg segíti a te életedet? Igen, Aha. Igen. Mire használod? Mesélj. A telefonáláson kívül. Hát így szoktam rajta internetezni, meg zenéket is hallgatni akár. Uh -huh. Igazából van egy képernyőolvasó, egy úgynevezett képernyőolvasó, uh -huh. amit mi vakok szoktunk használni. Éppen. És ez gyakorlatilag a képernyő alázattal szövegeket olvassa fel, meg ha van, akkor hangulatjéreket is fel tudnak olvasni, uh -huh. úgyhogy... Tehát ez így speciálisan nektek szól. Speciálisan. És csak ugyanúgy képben vagy a világ történésével, mint bármelyikünk. Igyekszem. De jó. Szával, hogy ez nagy dolog. Azért a technika ilyen szempontból kellő segítse azt, amit ahol, ahol te tartasz, és ebben, a, ebben az állapotban ez nagyon-nagyon fontos. É. Hát ez nem csak nekem fontos. Persze. Filmet tudsz-e nézni? Nem Kát szoktam. Nem. nem Un Unod őket, mi? Hát uh, van, hogy egy-kettőt megnézek, de nem vagy. Vannak uh, olyan filmek, amik narrációval készülnek, tehát Jöván. például van egy narrátor, és akkor megmondja, hogy most éppen az a szereplő mit csinál, Persze. Uh -huh. mi történik, de az egy kicsit ilyen Zavaró szokott lenni néha, hát néha, uh -huh. gyakran. <laughs> néha, gyakran. Ne, nem, nem tudok figyelni akkor az adott cselekményre az adott szituációra, hangilag, uh -huh. zeneileg akár. Világos. Nem, Tehát igazából akkor nem vagy egy nagy filmnéző, ha jól veszem ki a számítban. Nem, nem. Mit szoktál csinálni egész nap? Hogy képzeljük a napodat? Tehát reggel fölkelsz, ugye nyilván mosakodás, a többi reggelizés, utána mi történik? Hát van, hogy bemelegítek, vagy hogy nézek híreket, telómon, okay. begyakorlom magam, Oké. Okay. aztán akkor, hogyha nagyon olyan van, akkor napközben is szoktam zenérgetni magamba. De jó. Úgyhogy igazából... Uh -huh. Most már komolyabb a van, hogy ezt később meg is mutatjuk. Úgy, úgy. Most már bizony, haladunk a korral. Igen, muszáj, muszáj. Süssünk vánca sütőporral. Régen volt egy ilyen reklám, csak eszembe jutott. Azaz. Oké, és <laughs> délután, mondjuk, Délután is. Szóval egyfolytában a hangszer az neked, hogy így mondjuk a legnagyobb szerelmed. Az Igen. Uh -huh. De van, hogy tének két-három napot, uh -huh. akkor egy kicsit így nem, nem olyan jó, vagy nem olyan hatékony a játékom. Akkor is beszoktam skálázni magamat, meg minden. Aztán pár nap múlva csak jó lesz valami. <laughs> Persze. A tanáraidról mesélj egy kicsit, akiknek köszönheted az angol tudásodat. Az a vak tanár, akiről beszéltem. Igen. Hát az óvodától gyakorlatilag... hívják? Magyar Csabának hívják. Magyar Csaba. Uh -huh. Hát egyébként óvodától egész nyolcadikig engem tanított. Oké. Okay. És hát arra vagyok a legbüszkébb, Igen. amikor megtanulottam nek a Lenhajú Lány című darabját. Érdemes meghallgatni, mert uh. nagyon jó kis darab. Mindenkinek ajánlom aki szereti a komoly zenét, meg a zenét is ugyan blokk. Köszönjük. Úgyhogy remélem, igazán, hogy... reméletőleg sokan meg fogják hallgatni. Így van. Úgyhogy Ki volt a következő tanárod? A legbüszkébb. Hát én hatodikra klasszikus mellett párhuzamosan uh, is elkezdtem tanulni. Nagyon helyes. Molnár Bence, Molnár személyében. Uh -huh. És hát uh, igazából konzig Uh -huh. Ő volt ilyen tanárom. aztán konziba gyakorlatilag az összes jazzongorát tanító emberkével dolgoztam. Dolgoztam Áron, uh -huh. többek között, Révész Rihárt tanár úr, uh -huh. Pozsár Máté, Cseke Gábor, Krisztián. Komoly névsor. Úgyhogy... Na mindenkitől tanultál. Mindenkitől tanultál. Igen. Szépen csiszoltad. Annyi, hogy tudod, az egyéniség az mindig a legnagyobb szó, és te teljesen egyéni vagy. Tehát én Magyarországon nem láttam hozzád hasonlót. Nem véletlenül hívtalak el, emlékszel a koncertemre is, nagyon megtisztelt, sejt, nagyon megtisztelő volt a királyréten, hogy játszottál egy dalt. És, volt a volna csodálatos... két életem. Az a csodálatos volt, ugye ezt összetettük, ezt a produkciót. Ezen kívül videoklipbe is ugye, született egy közös

Most minden a miénk. Igen, minden a miénk. Hogy volt ennek a refrénye? Hogy... Most minden a a színpad és a fény. Na, hát ez, azt gondolom, a mindent elárul ez a mondat, hogy ez a Tesszádból teljesen más ö, üzenetet kap. Csodálatos volt, hogy ebben is részt vettél. És hogy nem a... csak én. Hát nem csak azt hozzá Így van, több, ö, több versenyző társadat meghívtuk, hiszen ennek ez volt a lényege, hogy minden a miénk, tehát a színpad és a fény. Égy tehát, úgy. hogy, és az, az, a szerencsé, hogy ez a fény, sosem múlik el, és nekem Neked sem fog elmúlni soha, hiszen egy egy olyan, olyan kincs vagy a magyar különböző palettáján, a, a, remélem a mai podcast bemutatkozás után még többen fognak érdeklődni utánad, és minél többen meg mert te megérdemled. Reménykedünk benne. Na, arról, arról mesélj nekem, hogy szoktál-e álmodni? Szoktam. Uh -huh. És hogyan kell elképzelni egy vak fiú, egy vak fiúnak az álmait? Hangok, illatok, uh -huh. hangszerek, uh -huh. hát én... olyanok, amik egyre rosszabbak lesznek. Volt uh -huh. ilyen álmom például, hogy egyszer voltam a konziba, valamelyik teremben elkezdtem úgy gyakorolgatni, és én azt veszem észre, hogy az angol az így egyre kezd szétesni, meg elhangolódni. De ez uh -huh. nem tudom miért volt, ez csak ilyen. Egy rossz álló. Igen. Hát uh -huh. nem rossz mert hát nem. Mondanám rossznak, hanem. Én érdekes volt minden szempontból. Uh -huh. Érdekes. De szerencsére ez nem történt meg, csak egy, mondom, egy rossz állam volt, mert nem esett <sínt> szét az ongora. Szerencsére ez nem történt meg, bár vannak olyan esetek, hogy például hurokert tudnak szakadni zongoránál is. Hogy tudom? Hogyne, hát az is ugyanúgy húr, tehát az el el előbb-utóbb elhasználódik. Így van. A Most, amilyen zongorád van otthon, az most szintetizátor, vagy elektromos zongora? Van digitális zongora. Digitális zongora. Mm. Uh -huh. És van színpadi zongora, most szereztük be. Azt -a. Hát annak a, a kalapácsmechanikus, tehát az, mindkettő, mindkettő, mindkettő. Az egy igazi zongoristának az kell. Hát Ugy nem is mese. Én ezért nem szerettem soha a szintetizátort, mert ez a kis, nem tudom, az az, az is műanyag, mint maga a szintetizált. Óriási találmány, de a zongorát nem lehet pótolni. A zongora Azért, az zongora. Hát azért, hogyha egy billentyűs univerzális lehet, vagy szerintem egy billentyűsnek feltétlenül univerzálisnak kell lenni. Ez egyértelmű. Tehát nem csak zongorán kell tudni játszani, hanem mondjuk, hogyha van szintetizátor, akár analóg hangszer, akár digitális, Így akkor azon is meg kell egyszer tanulni. Hogy ne, sőt, minden egyes a világ legjobb hangszerelői azok mindig billentyűsök. Persze. Tudod miért? Mert hogy bal kezel játszol a basszus, jobb kezel a harmóniát, meg a dallamot, és közben még énekelni is tudsz, és pluszban át, teljesen átfogóan gondolkozik egy zongorista a zenéről. Egy gitáros nem tud ennyire átfogóan belemélyülni. Azért az is harmónia hangszer? Igen, csak olyan szempont, hangszerelés szempontjából egy zongorista jobban átlátja a hangszerek funkcióját, mint adott esetben egy gitáros. Úgyhogy szerintem te nagyon jó hangszerelő leszel, azt tudod? magadról? Próbált, kipróbáltad már magad? Nem még. még. Na, itt az új üzenet. Ez lesz az új Szabolcs, új lépés. Ennyi. E, e, dalokat szoktál leírni? Szoktam. Tényleg vannak saját szerzeményei? Van. Uh -huh. van, fe, van, van belőle stúdiófelvétel is. Azt a mi a címe a dalnak? Zuzmo. Zuzmo? Igen. Jó. Zuzmo. Ez De ez még majd... nincsen kint sehol, Aha. majd kint lesz. Nagyon jó. Macskámról szól egyébként. <laughs> az a neve a macskádnak? Igen, a Zuzmo. Zuzmo. Te találtad ki? A a szüleimmel találtuk ki. Jó, okay. Hát igazából anyukám, de hát uh -huh. ő itt a nagy névadó. <laughs> te te is ő adtak. <laughs> Igen, hát ezek, ilyenek, ilyenek ezek az anyukák, mi? Mert csak neveket adnak nekünk, meg a macskáinknak. De kreatív az a lényeg. Ez így van, maximálisan. Mit jelent számodra a zene, mint olyan? Ez a minden az életedben? Hát ez eléggé klisés lenne, azt mondanám, hogy hát az zene az minden, mert az, Aha. az a legnagyobb álmom, hogy híres legyek. Az is igaz, de amiben én játszom jazzt, abban nem csak feltétlenül az van, hogy híres, hanem technikailag jól képzett. Így van. Harmóniailag mindent tudni. Így van. Hangszerelni is tudni kell. Bizony le is kell kísérni tudni mindenkit, akár énekes, akár uh -huh. bármi, együttesbe játszani, jazzelmélet és a jazz története. Hú, de imádtam én is, én is tanultam jazzt, és én imádtam a jazz történetet. Hát egészen, egészen, elképesztő, hogy, hogy milyen profizmus árad belőled. Tehát ebből a kis rácból, ez a fajta, amit most felsoroltál, ez mind kell ahhoz, hogy valaki valami válhassék. Sikeressé, mint zenész, sikeressé, mint ember, mert ha mindig tanulunk, azt szoktam mondani, ha mindig tanulunk, akkor akkor biztos, hogy nem léptünk vissza. Hogyha ezt megállunk a tanulásban, akkor már visszafejlődünk, mert a világban Ennyi. gyorsan halad, nem? Szabolcs. Ezt te is érzékeled. Igen, sajnos. sajnos. Gyors... Igen, sajnos. Pedig igen. néha megállhatna. <laughs> igen, ugye milyen bölcsen mondja a kis 21 éves szabolcskánk. Igen. Van-e kedvenc, a világon van-e kedvenc mondjuk énekesed? Netkin Oké, okay, hát nem, nem csoda. Kegyetlen énekhang. hang. És a um, zeneszerződ? Bach. Ó, is fúga. minden Bach. Minden Bach. Azt tudod, hogy a Bach nagyon-nagyon uh, hasonló ilyen szemadó pályát futott mint, be, mint, mint te, hogy nagyon-nagyon rossz körülmények között úgy írta az, a műveit, hogy gyertja fénynél, és nagyon elromlott a szeme. Hát, valahogy ezt is lehet ellensúlyozni. Ahogy? Ah, ne? Úgyhogy neked nem kell a fény, mert fejből tudsz mindent, nem? Igen, Feje. egyszerű. Oké, tehát bak. És Magyarországon van-e kedvenc előadód? Hát... Euh, van. Na? Van. Például... Na? Például, hogyha jazz vonalon nézzük... Nézzük. Akkor Tálas az egyik, aki tanított igen, is. Igen, igen, ezt mondtad. Aztán még Binder Károly, aki uh, hát a tőle. Zeneakadémián tanít engemet. Tényleg? Igen. Azt a mindenit. Nagyon komoly név. Aztán a megboldogult szakcsilakatos Béla. Hát ő egyetlen zongorista volt, igen. Igen. zongoristánk. Aztán hát így klasszikus vonalon Cifra György. Uh -huh. Ő így az abszolút kedvencem. De jó. Ugye ez, ez bizonyítja, amiket most elmondtál, hogy nagyon-nagyon érdekes zenei világot képviselsz, és nagyon igényes zenét, zenéket szeretsz. Ugye komoly klasszikus művekről beszélgetünk és a jazzről, amit Igen. igazából te tanulsz és képviselsz. Van-e most zenekarod, amiben játszol? Szeretnék. <laughs> Akkor nincs jelen aha De lesz, igaz? De igyekszem, igyekszem, hogy legyen. Volt már róla szó, hogy esetleg összeálltok egy páram? Igazából terveztem. uh -huh. Talaj, De hát még lehet belőle valami. Simán. Most itt tartasz ebben a pillanatban, 2023. szeptemberében. Mondjuk milyen közép és hosszú távú céljaid vannak a zenében? Hm. Nem tudom igazából. Ez tényleg ilyen nehéz kérdés, igazából, uh -huh. hát, hogy hol szeretnék tartani. Ugye, egy Ray Charles, egy Steve Wonder, Ugye, hogyha mondjuk a sorstársakról beszélünk, uh, biztos van még több is. De um, nyilván Amerikában más a helyzet. De bocsánat, az, hogy van egy ilyen tehetségű fiatal srác, mint te, aki kitűnően bánik a hangszerrel, ilyen lappal a hangszerével, fekszik és kell. Egy olyan társ neked, aki, aki tölt elválaszthatatlan vagy szerencsére akkor azt gondolom, hogy ennek meg lesz a gyümölcse, és te meg is érdemled. Olyannyira, hogyha tudom, most kaptál valami kis díjat. Igen. Na, ebbe dicsek egy már el itt nekünk. Na. Nem nagyon az dicsekedni, de hát ez nem az, ez csak mondd el. el Tény. mondom. Hát augusztusban, augusztus 25-én egészen pontosan, uh -huh. egy pénteki napon, kőszegen voltam, vagyis voltunk famíliámmal együtt. Uh -huh. Egy szép kis zsinagógában, uh -huh. jó kis akusztika, uh -huh. de meg vízhang, ami uh -huh. az szempontból nem annyira ideális, de mindegy. Ott volt három téma, egy Bach, egy Stravinsky és egy szabad. stravinsky a tavaszi című műve uh -huh. volt a megadott téma. Egyébként őt is szeretem, uh -huh. Stravinskit. Úgyhogy. Nem egy könnyű. Nem. És hát aki ilyen nagyon-nagyon romantikus klasszikus zenét hallgat, akkor annak ilyen elvonó darab lehet, hogy hú, ez már nem tud zenét szerezni, ezek a huszadik századi zenészerzők, ezek micsoda puritánok. De, de jól mondod. De igazából erre, ezekre kellett improvizálni, uh -huh. és hát ebből kellett egy ilyen, Átíratot készíteni, uh -huh. egy festményt megalkotni. Uh -huh. És hát úgy látszik, -e, sikerült is nekem, mert hát első helyezett lettem ott. Na, gratulálok. Köszönöm szépen. Orjási. Hát figyelj, lesznek még díjak. A díjak nem, azért jók, mert a díjak megerősítik azt, hogy amit csinálunk, az jó. Tehát arra való semmi másra. Így de van. Neked még lesznek díjaid, ez száz százalék. És az, abban is száz százalék biztos lehet, hogy én is szeretnélek még majd valamelyik koncertemen vendégül látni. Nagyszabású szabású koncert. E? De, de csak oda, oda, csak oda. Csak. Tehát, hát ilyen kisebb koncertek, oda nem hívlak el. Hát csak ott. Hát Több... azért annak is van hangulata. Hát emlékszel a királyi azért mennyien voltak? Rengeteg. Sok. Voltak. Nagyon sokan és nagyon nagyon nagy sikered volt. Sikerünk volt. Annyit tudok rólad, hogy szeretsz pop produkciókat is azért, ugye nem csak a jazz és a, a komoly zenét. Az igényes popokat Na, beszélni erről? Hát igazából az így a koncepció, mint a jazzbe is, hogy legyen kreatív, uh -huh. jó legyen a zenekar, egyéni legyen. Ugye? Egyéni. Uh -huh. És hát igazából Ennyi. Én úgy gondolom, hogy te egyéni vagy. Tehát ezt szoktam mondani, hogy egy Carlos Santana, vagy egy, egy Mark Knuffer, mint gitárosok, ugye? nem egyik biztos... Ő az egyik favorit. Na, akkor, Jorek jót Knopfler. mondtam, akkor jót mondtam. Most el tudod képzelni, hogy technikailag ők kitűnő gitárosok, de nem feltétlenül extra. Nem feltétlenül extra gitárosok. Viszont, amit ők szandban kitaláltak, és stílusban, az ezer gitáros közül tízezerből meghallott, hogy ez a Santana játsza, ezt meg éppen a, a, a Mark Knuffer. Így van, vagy nem így van? Így van. Ez a nagy dolog. Tehát hiába gitároznak millió a világon, és bárki eljátsz azokat a hangokat, de mégis amikor ő játsza, azt százalék bármelyik dalból plánete olyan fülekkel kihallod. Tehát én szerintem, amit te csinálsz, az ebben lesz egyedül álló és zseniális, hogy egy most éppen 21 éves kisrác, ilyen orgánommal, ilyen képzettséggel, ilyen világnézettel, vakon mit tud letenni az asztalra, az elképesztő. Úgyhogy ezt nem sokára a kedves nézőknek és hallgatóknak bizonyítékként meg fogjuk mutatni. Amit még utolsó kérdésként szeretnék föltenni, hogy. Jövőt illetően, azért nyilván neked is eljön majd az, amikor azt kell gondolnod, hogy már nem otthon laksz, tehát családalapítás. Vannak ilyen terveid? Van-e, volt-e barátnőd, van-e barátnőd? Nincs. Nincs most, jelen pillanatban nincsen. De majd lesz. De majd lesz. Tudod, miért lesz? Azért, mert egy beleid fognak szerelmesedni egy csomóan, és sokan azt várják, hogy végre a szabolcskának a kezét megfogják. Ez hidd ez nem... Ha nem így lesz, visszajössz ide az oda és elmondod nekem, jó? Ennyi. Okay. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és a legeslegfontosabb az, hogy ez a fajta pozitívum, amit belőled árad, ez a fajta jóság, ez a kedvesség és báj, ez a zenétben is köszönjön vissza a saját szerzeményeidben, és én nagyon azt kívánom neked, hogy minél több színpadot élhess meg, hiszen rengeteget teszel azért, hogy ez a hangszer a tényleg a leges, legjobb barátod. Olyan szinten játsz ezzel a hangszeren, hogy bárkit a bárul a világon letudsz kísérni, vagy szólistaként meg tudsz mozdulni, jelen tudsz lenni. Én nem tudok más kívánni, csak azt, hogy a lehető legnagyobb sikereket kívánjak neked, szép új dalokat, ragyogó produkciókat, és legyen meg az az álom, az a zenekar, amiről beszéltél, hogy ami még most nincs, hogy az legyen minél hamarabb. Köszönöm szépen. Berendezzük a stúdiót most egy kicsit hangszeressé, és utána várunk mindenki úgy, szeretettel. Úgy, úgy. Feliratkozni, Feltétlenül, akik szeretik az adásainkat, adásaimat. Bizony, köszönjük Bizony. feliratkozni. Köszönjük szépen, és további szép napot mindenkinek. Viszlát. Mindenkinek. Sziasztok. A zene szólt, és nekem azt mondták, ez a rock and roll. A zene szólt, és én azt hittem, már tudom jól olyan jó, mikor téped már a húrokat. Olyan jó, mikor más is fújja a talodat. Lehet magasan, de mégsem száz, a zene nem elég, kell még valami más. Nagyon kell, mikor végleg döntesz, hogy abbahogyod? Az is kell, mikor arra ébredsz, hogy folytatod? Az is kell, kell, hogy megérints néhány csillagod. Nagyon kell, mikor a hátsó lépcsőn feladod, és akkor lehet magasan, de mégsem számít a zene nem elég, kell még valami más. Ezt egy életen át kell játszani, ha még feszül a húr. Ezt egy életen át kell játszani, és még azon is túl. Ezt egy életen